Elindultak a helyi foglalkoztatási együttműködések, az úgynevezett foglalkozási paktumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2,5 milliárd forint fordul a megye foglalkoztatási helyzetének javítására 2021-ig. Az uniós támogatású program képzéseket is tartalmaz, ma Nagykállóban jött létre a délnyírségi foglalkoztatási paktum. Juhász Zoltán polgármester a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most már a helyi paktumok is sorra megszületnek, vagy az együttműködési megállapodást aláírják. Nagykálló hogyan vesz részt ebben a nagy projektben, mert tulajdonképpen a nagy projekt tagolódik. Tehát a járási székhelytelepülésünk, mint járási székhelytelepülés veszünk részt benne, a nagykállói járás települései vesznek még részt benne, és Újfehértó. Fontos azt kiemelni, hogy együttműködünk helyi szinten, települési szinten, együttműködünk a települések is egymással, a megyei kormányhivatallal, a megyei önkormányzattal és a megyei iparkamarával, kereskedési iparkamarával, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal. Illeszkedünk a megyei nagy paktumhoz, úgymond, ezért is kellett tovább várni, míg a megyei paktum megalakult. Minden szakmai anyagnak illeszkedni kell a megyei paktummal. A megyei kormányhivatal munkaügyi központos részein dolgozó szakemberek ellenőrzik ezt a folyamatot, és szakmailag ők irányítják azt, hogy mikor mit csinálunk. Mi a helyben az igényeket próbáljuk felmérni, milyen típusú vállalkozásoknak van szüksége több munkaerőre, melyek azok a területek, ahol tudunk esetleg átképezni, és akkor ha átképezünk, akkor mire képezzünk át. És annak, tehát az lesz a vége, hogy 6-8-10 embernek a projekt vége után is kell tudni munkát adnunk. A maga a cél az első körben 80 ember bevonása, második körben 25 ember bevonása, és a végén pedig ennyinek kell munkát adni. 130 millió forintot nyertünk erre a mi paktumunkra, úgymond. Ebből közel 110 millió forint a kormányhivatal fogja elkölteni, úgymond ezekre a képzésekre. Mi inkább egy gesztor szerepet kaptunk ebben a témában. Azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz ennek értelme, mert még mindig vannak olyan területek, vagy vannak olyan rétegek, vagy nagykállóiak is, akik még szeretnének dolgozni, de pont abban a szakmában, ami nekik van, nem találnak állást. És itt mi arra gondolunk, hogy olyan fémipari, műanyagipari, akár turisztikai típusú szakembereket képeznénk egyéb területekről, amelyek jogos igények. Tehát, és ugye ezeket mi nagyjából felismertük Nagykállóban. Azt meg kell tanulni, erről majd szó volt, hogy nekünk is ebben tanulnunk kell sokat, mert újabb és újabb kihívások elé érkezik a társadalom, minden rétege, vállalkozók, civilek, önkormányzatok, mindenkinek új kihívások. Ebben a paktumban fontos az, hogy a helyi igényekhez igazítsák a képzéseket, és hát a foglalkoztatás javításában van egy foglalkoztatás megtartás is, természetesen. A helyi vállalkozók mit mondanak, vagy mit jeleznek, milyen típusú szakmunkásra vagy munkaerőre lenne szükség? Nálunk, ami jelen van elég komolyan, az a fémipar, és ők próbálkoznak egyébként is képzéseket szervezni. Itt az esztergályos, lakatos, hegesztő szakmák azok aranyat érnek. Nagyon sokan, tehát nagyon sok cég dolgozott még a régmúltban, az elmúlt 40-50 évben Nagykállóban ilyen típusú vállalkozások, és abból azért sok, vagy régi gyárak, amelyekből sok vállalkozás alakult később évben, és ők azért ezek, akik itt dolgoztak, régi szakemberek, én magam is sokkal dolgoztam együtt, már az egy nyugdíjas sok, és ott a pótlás az nem olyan egyszerűen megy, tehát nagyon, és ezek nagyon precíz dolgok, tehát ilyen fémipar,
konzervipari berendezéseket gyártanak, csarnokokat gyártanak a másik üzembe. Tehát komoly munkaerőt és komoly felkészültséget igényel, ezért is nehezebb ezt betölteni. Bízunk benne, hogy nem reménytelen, attól függően mindig hozzáteszünk, hogy ezt tudjuk, hogy nem egy egyszerű folyamat. Ebben a csomagban van egy olyan terv is, ami a jelenlegi közfoglalkoztatottakat segíteni, hogy átkerüljenek a munkaerőpiacra, vagy a nyílt, vagy az aktív munkaerőpiacra, ugye Nagykállóban is van a közfoglalkoztatottak. Hogyan látja a polgármester úr, segítheti ez a csomag őket is, vagy milyen területen látják, hogy be tudják kapcsolni őket ebbe a programba? Hát mindenképpen segítheti őket. Ez egy új jelenség, amit most itt látunk az elmúlt egy évben, hogy van egy olyan réteg, aki már tényleg rájött arra, hogy neki ő közmunkából nem tud megélni, kevés az a pénz, többre vágyna, a fiatalabbak a családot szeretne alapítani, vagy lakást szeretne vásárolni, akkor neki több mindent kell csinálni. Na ez a réteg azért azt gondolom, hogy egy olyan 5-8%, aki a közmunkából hajlandó magát esetleg képezni, hogy abból valami jó kisüljön, vagy jobb, mint eddig. Volt már rá példa, hogy így mondom, hogy top embereink a közmunkában, mert ott is vannak top csoportok, tehát akik sok mindent rá lehet bízni, ők mentek el vállalkozásokhoz. Én azonnal támogatom ezt, hogyha többet tud keresni, akkor menjenek fiatalok. De eddig ez sem volt. Tehát inkább azt mondták, hogy jó, ez neki itt el van, él itt ebben a szférában, megkapja a kis 70-80 ezer forintját, és ezzel ugye elérdegél. Ha ért valamihez, mellette elmegy maszakolgatni esténként vagy hétvégente, de most már azt mondják, hogy ez nem elég nekik. Tehát többre vágynak. Ezért most mi is gondol vagyunk, mert beálltunk egy rendszerbe, és mit a fűnyírás, fűkaszálás mondjuk egy Nagykálló területén, az elég nagy területünk van. Van 20 fűkaszánk, hogy áll minden mindig cserélődik, meg fel kell újítani. Eddig 10-12-en vágták, és akkor volt, hogy több műszakban is vágtuk. Ott is vágtuk, ahol nem kellett volna, hogy a lakosság az elkényelmesedett, és nem vágta a füvet. És ezért most bajban vagyunk, mert nem tudunk 5-6 ember nyírni a füvet, mert egyszerűen nincs, aki ilyen munkára jön közmunkán belül. Erre csak azért kérdezem rá, mert hogy ugye országos cél, hogy a közfoglalkoztatottságból ki kellene vezetni az érintetteket a nyílt munkaerőpiacra. Nagyon kevés időnk jutott a másik fontos pályázati struktúrára, a toppos programokra, hiszen azoknak is egy része már nyilvános, és az első körös döntések megszülettek. Nagykállóban milyen projektek futnak majd? Egy projektet nyertünk, a Harangodon lesz egy újabb építkezés, egy vizes blokk, egy már ráfér a táborra, mert kevés a kapacitása, és egy modernebb, egy új vizes blokkot építünk kb. 100 millió forintból, és egy kisebb, egy szociális szférában egy ételszállító autót fogunk majd vásárolni, kb. 10 millió forint, 11 millió forint, ott nyertünk egy másik projektre, egy szocos projektre, és nyertünk egy inkubátorház kialakítására pénzt egy önkormányzati területen, helyi vállalkozóknak, fiatal vállalkozóknak, kezdő vállalkozóknak, vagy éppen még most nem vállalkozni, de vállalkozni vágyó embereknek kisebb csarnokokat fogunk kialakítani, asztalos üzemet, műanyagipari üzemet, egy logisztikai nagyobb üzemet, és két ilyen Bianco üzem lesz, ami majd meglátjuk, hogy mi fog bele települni. És itt ugye kedvezményes bérlettel, kedvezmények sorozatával kell majd a vállalkozóinkat támogatni, hogy a nagykállói gazdaság fejlődjön. Ez az első körös pályázati struktúra. Vannak benne még pályázatok, igen, gondolom? Igen, még van 8-9 pályázatunk van még bent. Hát én azért bízom benne, hogy még fogunk nyerni. Reméljük, hogy a szakma is így gondolja, hogy jó pályázataink vannak, támogatható ezek a célok, amit szeretnénk, és megkapjuk hozzá a zöld utat. Köszönjük szépen, polgármester. Köszönöm, hogy itt lehettem.